Daniela Szabjob, bár felvette a védőoltást, úgy tervezi, idén otthon ünnepel. Mislim da je čitava situacija definitivno zbog COVID-a uticala na moju odluku. Ajde da kažem, mislim da u ovom momentu nije ni prilika da se okupljamo na nekim većim mestima, u nekom većem broju. Isključivo zbog toga, da odam. A jelenlegi szabályozás szerint szilveszterkor is csak az tartózkodhat majd a vendéglátóhelyeken este 8 után, aki rendelkezik védettségi igazolással. Na primjer, za preko dana može da ideš bez certifikata, uveče će to biti malo slabije i neće ni uopšte biti toliko dočeka kao prethodnih godina. Készülnek a zenészek is. A vajdasági zenekarokat már hónapokkal ezelőtt lefoglalták szilveszterre, mesélte újvidéki operatőrvágó kollégánk Óvári Dániel, aki zenéléssel is foglalkozik. Idén a Baraparti zenekarral készülünk a szilveszteri koncertre, és nagyon bízunk mindannyian abban, hogy nem fognak újabb korlátozásokat bevezetni, hogy meg tudjuk tartani a koncertet. Amióta bevezették a védettségi igazolásokat, azt tapasztalták, hogy nőtt a vendégek oltási hajlandósága, mesélte Márko Múlics, újvidéki vendéglátó menedzser. A kávézók és klubok nagy része tervez új évvárást, természetesen, ha addig nem változik a járványügyi helyzet. Što se tiče kontrola, naravno ne puštamo nikoga u lokal posle 20 časova kako trenutno stoji zakon bez zelenog kartona. Sve se proverava i svaki gost se proverava na ulazu u lokal. Naravno sa ograničenim brojem mesta i distancom stolova. Mint ahogy az elmúlt két évben, idén is nagy jövedelem kiesésre számítanak a korábbi évekhez képest, tette hozzá a menedzser.